Folytatódik a Monitor délután, a földgömb rovattal, a legfrissebb lapszám van előttem, és egy szívemnek nagyon kedves téma és beszélgetés következik Alicki Manóval, aki biológus, fotós, természetfotós, és hát a baglyok vannak most itt fókuszban ebben az írásban, Kisbagoly Nagymeló. Majd elmondom én is a személyes kötődésemet a baglyokhoz, meg a kérdéseimet hozzád, de induljunk onnan, hogy Kuvik Oltalmi Egyesület, ilyen is van Magyarországon, szerencsére van ilyen, és piszokkemény munkát végeznek, ez kiderül ebből a nagyon komoly írásodból. Igen, köszönöm szeretettel a hallgatókat. Igen, hát a Kuvik Oltalmi Egyesület egy civil szervezet, ami abszolút saját erejéből végzi a hazai kuvikoknak a védelmét, hogy a cikkből is kiderül hatalmas nagy munkával. Hogy néz ki ez a munka? Mert így innen Budapestről a Váci úti stúdióból elképzelni, ha az ember nem vett ilyen részt, akkor nagyon nehéz. Mit kell rajtuk számolni, hogy kell őket lajstromba venni, mi végre kell ezt megtenni, és ez milyen munkát jelent a gyakorlatban? Hát ugye itt a legfontosabb kérdés talán az mindenek előtt, hogy a kuviknak egyáltalán miért van szüksége védelemre, hiszen ez a teljes elterjedési területét ismerve egy elég biztos állománnyal rendelkező faj. Magyarországon azonban veszélyeztetett az állományok az élőhelyük megszűnése miatt. Ez a madár eléggé kötődik a mezőgazdasági tevékenységhez, ugyanis a táplálékát a nagy állattartáshoz kötődő kártevők, rágcsálók, rovarokból szerz. És hát a klasszikus mezőgazdasági épületek, nágytetős hodályok, amik alkalmasak a fészkelésére eltűnnek, így hát megszűnik a fészkelő helyük, annak ellenére, hogy a táplálékuk rendelkezésükre. És hát ezt ismerte fel ez az egyesület, és próbálják meg a költőhelyeket mesterségesen pótolni, és az állományt folyamatosan ellenőrizni. Igen, mert ezt írtam föl magamnak, ez egy dolog, hogy van táplálék, mint hogy alapvetés, de fészkelőhely, élőhely is szükségeltetik, és nyilván a nádtetőnek volt még egy reneszánsz a 80-as években, de hát nem ezeken a hodályokon, meg istállókon, azok egyre inkább eltűnnek, vagy ha még ott vannak, akkor semmiképpen nem nádtetősek, vagy egyre ritkábban. Ezért kellenek ezek a mesterséges oduk, mert hogy a bagolynak ugye nincs fészke. Igen, elég kevés bagoly faj rak fészket. Igen. Magyarországon is csak a réti füles bagoly, egy ilyen földön fészkelő bagoly faj, de abszolút kakuktojás. A többi bagoly általában odukban vagy más madarak által rakott fészkekben él. Ugye a kuvik sem eredetileg az épületekben költött, hanem odvasfákban, de hát sajnos egyre kevesebb ilyen természetes odú áll rendelkezésre, és ezért álltak rá, úgymond az épület fészkelésre. Térjünk vissza, ez egy májusi, ugye egy májusi élményed volt? Ami a cikkben kezdődik, az egy májusi alkalom volt. Jó, szóval akkor a Kuvik Oltalmi Egyesület összeszedi az embereit, vagy gondolom az önkénteseket, és akkor elkezdik a tanyabejárást bizonyos területeken, és akkor ott veszik számba végül is a populációt, a kuvik populációt? Gyakorlatilag az elmúlt 20 év alatt, amióta működik az egyesület, kialakítottak egy viszonylag nagy, több tízezer hektáros területen egy odúhálózatot, amiben kb. 120 mesterséges odú található. Ezeket ők helyezték ki olyan területekre, ami amúgy ideális a kuvikok szempontjából. Nyilván ennek az adóhálózatnak ismert minden pontja, és ezt a szezon megfelelő időpontjában, amikor már a fiókák ugye kibújtak a tojásból, akkor szisztematikusan átnézik, és az állományt felmérik oduról odura, a madarakat pedig ornitológiai jelölőgyűrűkkel látják el, hogy esetleg későbbi megkerülésekkor követhető legyen a további sorsuk. Nagyon klasszak a fotók, nádtetőből ugye akkor föllétrázni, akkor valamilyen módon megfogni, megcsapdázni a madarat, hogy az ne sérüljön semmiképpen, ne stresszeljen, vagy csak minimálisan, vagy öreg fáknak támasztott létrák, az is egy fantasztikus kép ott a lovakkal, nem tudom, egy 50-80 éves fa, már zöldje nincs, már ága nincs, de még az odó, a mesterséges odó ott van valamilyen módon. Ezeket az odukat le kell gyártani, akkor a benne levő madarakat ki kell valahogy csalogatni vagy szedni, látom a hálós megoldást, és akkor gyűrűzni, így lehet akkor nyomon követni azt, hogy most az ő létszámuk az hogy alakult az elmúlt 20 évben nyilván. Igen, hát elég sok fázisa van ennek a munkának. Igen.
az Egyesület tagjai már nagyon gyakorlottak, és kitapasztalták az elmúlt két évtizedben azt, hogy ezeket a fázisokat hogy lehet a legideálisabban, meg optimálisabban elvégezni. Az odút magát abszolút a kubikok igényeire szabva gyártják le. Igaziból egy már meglévő tervet fejlesztettek tovább, ami abszolút a kubikok igényeit elégítik ki. Ezek gyakorlatilag a viszintes, kiodvasodó faágakat modellezik, úgymond ezek a viszintes, hengeres oduk. Amiket még ráadásul nárdal is körbevesznek, tehát ez nem csak olyan egyszerű, mint az ember egy odut fölrak a fára négy deszkából egy kis tetővel, vagy valami, nem tudom. Baglyoknál azt is szoktátok mondani, hogy még néha az is előfordul, hogy fölraknak egy öreg gumiabroncsot, és akkor abba ott már el tud lenni, vagy egy ág villában. Sokféle megoldás van, de a kubika ebben a szempontból speciális akkor. Hát igen, sok oduköltő madár elég leleményesen tud odukat választani. Mi is láttunk a terület bejáráson például a Búbos bankát, ami egy felfordított kádban költött, tehát egy fürdőkádban. Hát azért az Egyesület igyekszik inkább természetbarátabb anyagokat használni, meg a tájba jobban belesimuló odukat legyártani, úgyhogy innen is jön a nátszövet, aminek egyébként az is a funkciója, hogy védi az elemektől magát az odut, hiszen az oduknak azért nem végtelen az élettartama, tehát ezt minél jobban próbálják megnyújtani, hogy a karbantartási munkát és költségeket minimalizálni lehessen. Manu, te biológus, természetfotós vagy. Engem nagyon érdekel, hogy a Kubik Oltalmi Egyesület, azt mondtad 20 évesek, kik a tagjai? Kik azok, akik ezt kitalálták, akik ebbe beszállnak, akik ebbe melót adnak, és mennek tényleg önkéntesen, tényleg támogatás nélkül, és az a legfontosabb céljuk, hogy a Kubik állomány az ne fogyjon, hanem inkább bővüljön, és ennek minden feltételét valahogy teremtsék meg. Szóval kik ők? Nagyon örülök, hogy ezt a kérdést feltetted, mert nagyon szívesen beszélek róluk, mert nagyon sokra tartom őket ezért a munkáért. Ők abszolút civilek, tehát pénzt ezért ők egyáltalán nem kapnak munkaformájában. Ez a kis csapat részben a Gyöngybagolyvédelmi Alapítványhoz kötődő nőtte ki magát egy ilyen külön egyesületté. Őt, akik alkotják, Csortos Csaba például, aki egy történelemtanár, Kenéz Attila, aki mérnök, Hámori Dániel, aki a természetvédelmi vezető, ő egy technikumnak az igazgató helyettese, az ő édesapja, aki szintén mérnök, de van köztünk a titkárunk, aki közlekedésmérnök, Attila, tehát egy... Erős a mérnöki vonal akkor. Egy viszonylag nagyot szóró, de van informatikusunk is, Endre, aki a kommunikációért felelős, tehát az Egyesület azért eléggé szór, mind korban, mind abban, hogy honnan ismerkedtek, meg hogyan csöppentek bele ebbe az egészbe, és hogy milyen foglalkozásuk van a civil életükben, az összeköti őket, hogy nagyon szeretnének tenni, és nagyon nagy örömmel, meg lelkesedéssel teszik ezt minden ellenszolgáltatás nélkül abszolút a szabad idejükben. Mi a sikerélmény? Az, hogy amikor kimennek a már ismert, és nyilván betájt 120 mesterséges odúhoz vagy fészekhez, akkor ott abban benne van a Kubik, és lehetőleg kettő vagy több fióka van benne? Talán nem is így odunként mérhető a siker. Persze, hogyha megdől mondjuk a fészekalméret, az is egy nagyon fészekalméret rekord, az is egy nagyon örvendetes dolog, de inkább az egész állománynak a dinamikájában, hogyha pozitív változás van, az, aminek nagyon örülnek a fiúk. Ugye hát évről évre azért most már elég sok adat van arról, hogy alakul az állomány. Ez egyelőre továbbra is egy pozitív tendenciát mutat. Nyilván vannak azért ingadozások az évek között, de az, hogy folyamatosan látni, hogy egy viszonylag stabil és lassan, de növekvő állományt mutatnak a kubikok ezen a kiskunsági területen, ahol az Egyesület elsődlegesen dolgozik, az nagyon pozitív, és egy jó visszajelzés egyrészt természetvédelmi cél szempontjából is, meg abban a szempontból is, hogy azok a módszerek, meg az a megközelítés, amit alkalmaz az Egyesület, az jól működik. Ezt valamelyik ornitológus beszélgető társamtól tanultam még annak idején, és pont a múlt héten eszembe is jutott, meg tudtam, hogy majd mi is beszélünk a kubikokról. A Szentendre meg Pomász között azon a hatalmas sárréten sétáltam ott gumicsizmába, és tényleg jó nagy víz van. És ilyenkor ugye a pockok, egerek általában tüdőgyulladást kapnak, meg is fulladnak, meg el is pusztulnak. Akkor a populáció kisebb lesz, ennek mondjuk a gazdák örülnek, de mondjuk a kubikok nyilván nem. Csak azért, mert azt mondtad, hogy mennyi mindentől függ az, hogy egy-egy évben milyen a szaporulat, hogy fogyás vagy
vagy bővülést tapasztaltó. Például ez is eszembe jutott. Aztán az is eszembe jutott, csak úgy mondom a személyes szálat, hogy nekem meg a telkemen 20 év után végre egyszer volt egy bagyom, aki ott nevelte föl a gyerekét, de azt nem tudom, hol fészkelt valamelyik fenyőben, azt sosem sikerült megkideríteni, de mindig ott volt hajnalban, mindig elköszönt tőlem, kijött az ág végre, és idén nem jött vissza, pedig úgy vártam, de hát az ember nem tud érte mit tenni, mert én nem tudok egy ilyen 30 méteres fenyőfán valami odut elhelyezni, ráadásul ez nem is feltétlenül oduban akart fészkelni. Szóval írtó érdekes a baglyok és az emberek viszonya. Ezt csak azért mondom, és bocsánat a személyes kitételért, mert te is szóba hozod ezt a halálmadár dolgot, hogy ez sem tett jót talán a Kuviknak, voltak olyan évtizedek, ugye? Nem, igen, ez egy nagyon rossz, egy tévhit volt, ami nagyon rossz fényt vetett erre a fajra. Ugye itt arról volt szó, hogy a régi időkben, amikor hát egy hiedelem, igen. Igen, egy hiedelem, amikor még nem volt elektromos világítás mindenhol, főleg a tanyavilág van, akkor csak akkor gyújtottak éjszaka fényt az emberek, amikor vírasztottak egy nagyon beteg vagy haldokló ember mellett, és hát ez a fény oda vonzotta az éjszaka repülő rovarokat, rovarok pedig a kuvikokat, akik ott tudtak vadászni a fényre repülő rovarokra. Hát ezt persze tévesen úgy ítélték meg az emberek, hogy a bagoly rászáll a házra, és emiatt hal meg az ember. Tehát volt egy ilyen tévhit, ami miatt hát nagyon sokáig üldözött madár volt a kuvikot anyavilágban. Nagyon érdekes és szomorú, hogy amikor a működését megkezdte a Kuvikoltalmi Egyesület, én abban az időben még nem csatlakoztam hozzájuk sajnos fotósként, de mesélték, hogy még találtak agyonütött és hodálykapura szögezett kuvikot a Kiskunságban. Tehát ez még az ezredforduló környékén is sok helyen egy élénken élő tévhit volt. Az viszont egy nagyon pozitív fordulat, hogy ma már teljesen más a tanyavilágban a megítélése a fajnak. Gyakorlatilag a legtöbb gazda nagyon érdeklődve, meg kedvesen figyeli az Egyesület munkásságát. Ugye hát az ő engedélyük is kell eleve, hogyha az ő tanyáikra akarnak az Egyesület tagjai odukat kihelyezni. Abszolút egy ilyen befogadóbb álláspont van már, és már rég eltávolodott a szemlélet a halálmadár tévhitétől. Az is olyan klassz, hogy írod a cikkben a tanyák elnevezéseit, ugye, hogy ott azokat nevezik. A tökös nénit azt értem, azt ki tudom találni, talán a filmes helyet is, a kicsi Svájcot már nem annyira. A hóbaglyos az azt jelenti, hogy ott hóbagoly fészek is van? Vagy hát nem? Itt általában egy vicces anekdota, ami adja a nevet. Hát igyekeztem a szalonképeseket megnevezni a cikkben, mert azért nem biztos, hogy mindegyik a Földön magazin oldalaira való. A tökös néninél én sütőtökre gondoltam, vagy főzőtökre. Az a tökös néninél valami ilyesmi adja a történetet, tehát ott nem kell rosszra gondolni. A hóbaglyos helynél talán valami viccelődés volt, hogy az oduban azt mondta az egyik tagja az Egyesületnek, hogy hóbaglyot talált. Hát azért azt, a folyamatos viccelődés az abszolút része a terepi munkának. Ez csodálatos lehet. Sokszor ilyenek adják a helyeket. Mikor ott fönn a létre benyúltok, vagy, és akkor hogy hány fióka van benne, az is egy nagy kérdés. És biztos, én nem is erre gondoltam az előbb, mikor mondtad, persze a teljes populáció fontos, de az klassz, mikor azt látja az ember, hogy nem egy, nem kettő, talán három, vagy nem tudom mennyi lehet, de az átlag az egy-kettő, nem? Hát eleve ugye az kérdés, hogy van-e az adott oduban költés, hiszen igen, körülbelül egy olyan 50%-os a kubik odufoglaltság, sőt, talán még annál egy picit kevesebb is. Az összadufoglaltság elég nagy azért, mert számos más madárfa is tud fészkelni ezekben az odukban, például a csóka viszonylag nagy számban, de amúgy természetvédelmileg értékes fajok is, mint például a füles kuvik, ugye az egyetlen vonuló bagolyfajunk, vagy a szalakóta, ami szintén is fokozottan védett madárfaj, vagy a vörösvércse. Tehát eleve, ha már benéz az oduba az ember, akkor ugye van rögtön egy kérdés, igen, hogy ott mit talál benne. A fészekaljak mérete is ugye változó, és hát persze örülnek a fiúk, minél nagyobb egy fészekalj. Az idei év, hogyha már itt a pockok szóba jöttek, egy ilyen pockok gradációs év volt, hatalmas mennyiségű pocok volt az országban, ami egyébként elég jól tükröződött a kuvik állományban is. Ugyanis, ha jól emlékszem, akkor több oduban is megdőlt a fészekalj méret rekord, ami 7 fiókát jelentett. Ugye volt egy szalakóta fészekaj rekord szintén a Kiskunságban, amit a Madártani Egyesület munkatársai
odújában találtak. Tehát ez egy viszonylag jó év volt a több madárfaj szempontjából is a pocok gradáció miatt. Igen, hát a következő évet majd meg meglátjuk, hogy itt ez a belvíz és ez a sok csapadék, ez mit jelent, kíváncsi vagyok. Nagyon szépen köszönöm, Manó, hogy ezt mind elmesélted. Mikor mentek legközelebb fotózni? Ezt értem, hogy tavasszal akkor így a fiatal madarakat lehet gyűrizni, és akkor kell megfigyelni. Van egy másik bejárás is valamikor ősszel, vagy ez hogy néz ki? Van egy téli időpont, amikor az adóhálózat karbantartásra szoruló adóit ellenőrzik az Egyesület tagjai. Ilyenkor van, amikor cserélik a borítást, kitakarítják. Vannak például ilyen dolgok, hogyha csóka költ az adóban, akkor ő ilyen fészekanyaggal telehordja az adókat, és akkor ezt ki kell belőle üríteni. Lomtalanítani kell, akkor ezek szerint. Igen, valahova új adót helyeznek ki, vagy a régi adó már cserére szorul, mert már olyan régi és megkárosodott, tehát ilyenkor egy téli időpontnál ezt szokták elvégezni, illetve hát van a tavasz végi, május végi nagy felmérés, amikor az egész adóhálózatot végigjárják. Ez még kiegészülhet egyéb bejárásokkal, hogyha még vannak olyan adók, ahol nincs olyan fázisban a költés, hogy a fiókák esetleg gyűrűzhetők lennének, akkor azokra a helyekre még későbbi alkalommal vagy alkalmakkor még visszatérnek a fiúk. Nagyon szépen köszönöm. Kisbagoly, Nagymeló, Kuvik Les és a Földgömb magazin a november-decemberi szám címlapján is ez a fantasztikus fotó látható. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Alicki Manó, biológus, természetfotós volt az idegenvezetőm. Köszönöm szépen, Manó. Én is köszönöm a lehetőséget.